Na, Ácsitával a hídon megtaláltam egy parkot, aminek az a neve, hogy Parque Temático do Arnado. Látod, itt van, nem hazudok, Parque Temático do Arnado. Itt van egy kis rajz, és római kert is van, meg szökőkút, úgyhogy most körbenézzünk itt kutyát, kaját, biciklit, focit nem lehet behozni, nyitva 10-től 6-ig, elmegyünk arra. Narancsfák, gyerekek, itt mögöttem, fölöttem, tele van, dugig van narancssal, látod? Csak hát ez a vadnarancs, azért portugálok lehettek volna annyira jó fejek, nem? Hogy olyan narancsot ültetnek ide, amit a közönség meg tud zabálni, ha már ellátogat ide. Nem itt elrohad a földön. Azért látszik ám, hogy rápróbálkoznak az emberek, és megkóstolják, de az is látszik, hogy el is dobják, mert annyira savanyú lehet. Itt látszik, hogy szét van szedve, aztán ott is hagyták. A nyomai itt vannak, hogy mindenki rápróbálkozik. Hát, ha finom, hát, ha ehető, itt van egy, nézd meg. Kibontva, gerezde eldobva. Szóval ez jó savanyú lehet. Pedig hívogatja magát, hogy gyere, egyél meg. Na most az van, hogy itt találtam egy narancsfát, ami rendes narancs, tehát ehető narancs, látszik rajta, hogy le van permetezve. Megmutatom, hogy miről beszélek. Itt látszik, hogy ilyen zöldes kékek vannak rajta, látod? Tehát le van permetezve a dolog. Úgyhogy most kérdés az, hogy elijesztésképpen, hogy ne szedjen le róla az ember, vagy pedig, hát ez ilyen megelőzés, de hát én ezt nem bírom ki, tehát nyilván egyet le kell, hogy szedjek és elvigyek magammal, mert olyan nincs, hogy én nem viszek egy darab kurva narancsot innen el, amit megeszek az autóban. Például ezt néztem ki magamnak itt. Jó kemény, majd megérik szerintem. Nem? Hogy kell narancsot szedni, hogy ne szóljanak rám nagyon? Hát remélem, ezt most nem látja semmi kamera, meg ilyesmi. Így néz ki. Így néz ki. Jó, mi? Elrakom a zsebembe. Gyorsan. Na, hát egy narancsot akkor sikerült lopnom. Nagyon büszke vagyok magamra. De kiírhatnák, nem? Tehát, hogy miért nem csinálják azt, hogy most nem szabad bekapni a kezemet. Lehet, hogy permetes. Miért nem írják azt ki, hogy 10 cent egy narancs, vagy egy kiló, és akkor szed az ember, meg kifizeti, nem? Ha kifizeti. Na jó, nézegessünk még tovább akkor itt. Hát így vasárnapra azért beindult a város, hihetetlen mennyiségű autó, gondolom a piac miatt, végig ott ugye, ott van a piac a fáknál, nagyon sokan vannak, elnézünk erre is, itt is sokan parkolnak, úgyhogy most nyüzsög a város, vasárnapi nyüzsi van. Én meg befejeztem a sétát,
megyek vissza az autóhoz, mert valami ebédet kell rottyantanom. Meg kell mosnom a frissen szerzett narancsot. Ja, ez a cél most. Egészen elképesztő látvány. Sorban állnak az emberek az étteremben, ez a Restaurante Alameda. Gyakorlatilag full home van az egész, és kint állnak az emberek, hogy bejussanak. Ez valami nagyon híres étterem lett, gondolom. Nagyon régi képek is vannak itt arról, hogy ez mióta üzemelhet. Na hát, ide nem megyünk be. Ide se. Hétfő reggel van, jó reggelt kívánok. Hát a parkoló, ahol álltam, dugig van autóval. Úgy jönnek az autók, mintha valami koncert lenne, és gyülekeznének a koncertre, és közben piac van. De most ez egy másmilyen piac. Ez ilyen zöldség és kisállott piac lehet, gondolom, mert már láttam kis csirkéket, tojást árulni, káposztát, meg ilyeneket. Úgyhogy most akkor elállt az eső, bekukkantuk egy ilyen piacra is, ha már itt Portugáliában vagyunk, és akkor megnézzük, hogy hogy néz ki egy ilyen ekte vidéki portugál piac, amire ilyen sok ember kíváncsi. Mutatom azért, hogy mennyien vannak körülöttem autóval. Egyfolytában jönnek, mennek, itt már megtelt, pedig ez elég nagy parkoló, és nézd meg, végig állnak autók mindenhol, tehát rengetegen vannak. Na, menjünk be oda az épületbe, meg még körbe-körbe máshova is. Piacra fel! A piac előtt még elmentem a boltba, és akarom mutatni nektek, hogy hogy néz ki egy portugál kenyér. Így. Esküvizt. Na, ilyenből fogok most zabbantani egy kicsit. Ekkora. Ez egy olyan fél kilós, lehet, hogy nem tudom. De jól néz ki különben. Úgyhogy ebből fogok enni most. Hát konzervvel sajnos elrontom, de hát most nincs más nálam, vagy nincs kedvem semmit sem csinálni, főleg a bográcsban sem. Portugál bácsi traktorozik, ilyen aranyos, nézd meg, öltönybe,
itt volt a piacon, ő is láttam a traktorját, mikor parkolt. Na, úgyhogy ilyet fogok enni, portugál kenyeret, ezt akartam csak mutatni, hogy így néz ki. Városkát itt Portugáliában, Punto de Limát, láttuk a piacot, innen is, onnan is, a vasárnapit is, meg a hétfőit is, sétáltunk a városban. Úgyhogy munka jött, 140 km-re Spanyolországba el kell robbantani magam, most így estére, és holnap reggel 8-kor van egy rakodásom, és egy spanyol belföld lesz, tehát Spanyolországból elviszem egy másik spanyol lerakóra, az, hát az több száz kilométer is lehet, ugye, hogyha egyik feléről lemegyek a másikra, az még lehet 800 kilométer is talán. Úgyhogy 900, 1000, nem tudja, majd meglátjuk holnap, jó, hogy hol megyünk, még nem kerestem meg. Most a cél az, hogy átevezzek akkor a felrakóhoz is, ott alszom reggel, meg rakodás. Köszönök szépen mindent, Punto de Lima, jó volt, nagyon tetszett, nagyon szerethető kis város, tényleg. Egyszer még ide visszatérnék. Hát napfényes, jó reggelt mindenkinek, felrakó előtt vagyok. Ezen a remek kis Repsol kúton aludtam. Körbenézzük az autót, közben történt-e valami az éjszaka folyamán. Itt van a benzinkút, közben nézzük az autót, tök jók a kerekek. Van itt egy kafetéria, kávézó, ez is jó, az is jó, minden jó. Majdnem odaálltam a Rockyba, de nem, mert figyeltem. Na gyerekek, akkor 8 óra van, 8 óra van. Megyek rakodni, jó? Francia határhoz megyek, ott lesz a lerakom a hegyekbe. Hegyek között, hegyek között zakatol a vonat. Ja, ott leszek majd. Na, menjünk rakodni. Érdekes lesz a dolog, mert hogy darúval akarja beletni az autóba. Így néz ki. Ezt akarja rám rakni ezzel a darúval. Hát, nem tudom, gyerekek. Érdekes lesz, ám itt rám rakja, hogy vesszük le. Km meg vagyok rakodva, akkor gyere Spanyolország. Nézzük meg, merre megyünk.
most már az autópályán robogunk. Melyik ez? A 52 Spanyolország. Azt akartam mondani, hogy ugye van ez a színis mágnes, amit lehet rendelni nálam. És egyrészt nagyon köszönöm és nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik megtiszteltek azzal, hogy megvásárolták, és legfőképpen, hogy kirakták az autójukra, és ott díszelek ez a mágnes hirdetve a csatornámat, illetve egyfajta ilyen közösségi mágnes is lett ez. Úgyhogy hallom innen onnan, hogy összehozza az embereket, mert hogy látják az egyik a másikon, hogy van ilyen mágnes, és azonnal megszólítják egymást, illetve én, nekem is nagyon jó érzés, mikor látok egy autót szembe jönni velem, vagy elhaladni, hogy van rajta egy színis mágnes. Úgyhogy nagyon hálás vagyok érte mindenkinek, akik eddig ebben így részt vettek és támogattak ezzel is. És buzdítok mindenkit, hogy akinek még nincsen az, hát írjon nekem, azt akkor lebótoljuk ezt, és akkor egyre több helyen megjelenik. Na, tényleg nagyon jó látvány, úgyhogy köszönöm. Na, jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát tegnap sikeresen megérkeztem ide a lerakomra, egy építkezés. Venta Pello, francia-spanyol határ. Mi a neve? Hát ezt nem is tudom. Ilyen Kexekusze neve van a városkának. Uruxa, Duruxa, nem tudom. Pamplona felől itt a hegyeken át ide jutsz ki, vagy itt tudsz átmenni Franciaországba. És mindenhol ez a Venta Pello nevezetű bolthálózat van. Legyen az étterem, szupermarket, növényes bolt, akármi. Tehát ilyen, ugye boltok föl van a kosztva, de mindegyikre ott van rájuk, hogy Venta Pello. Na, ide hoztam egy ilyen, az egyik boltot felújítják, és ide hoztam ilyen vas akármiket. És este lerakottam, jót aludtam, és azzal kezdtem a napot, hogy elmentem a Venta Pello nevezetű boltnak a növény és kertészetében. Itt vannak az aranybogarak, ezt nézd. Itt van a palántás szekció. Pálma, pálma, banán, banán, ott bent posgás, maguk, ez alukázia. Úgyhogy, ja, faszántosan. Remélem mindenki jól fogja érezni magát, és életre kelnek. Ilyenekkel töltöm én itt a szabad időmet, mikor van. És ja, hát én el vagyok ezekkel, szeretem a növényeket, szeretek így molyogatni vele, és nagyon nagy öröm, mikor az egyik életre kell, és lesz belőle egy új növény, ezt nagyon szeretem. Amúgy ott vannak bent a lyukák, amiket szintén Portugáliában szedtem, és nagyon jó bírják az utazás, semmi bajuk nincsen. Függetlenül, hogy most így megvannak kicsit tördelve, meg össze-vissza állnak szegénykék, de hát hamarosan hazaérek velük, és akkor el lesznek ültetve, és akkor elkezdhetik a magyarországi életüket ezek is. Itt tartunk jelenleg, ez van, úgyhogy most lehet, hogy megyek még egyet sétálni. Ez most már nem növényes lesz. Ja, na, ez van. Oké. Okay. Az idei első ilyen kis spriccelős, mert 20 fok van. Nem, 30. 20. 7, 30 fok van. Ja. Aj, de fincsa! Figyeld, ilyen napsütés van, délután 6 óra van, március 16-a van, otthon valaki még a hót kotorta, itt meg félmeztelenül napozva próbálom
túlélni a napokat. Úgyhogy a nagy kérdés az már csak annyi, hogy ebben a jó időben, ugye csütörtök van, hogy ebben a jó időben holnap lesz-e munkám? Mert ha nem, akkor a hétvég az itt fog érni, és akkor itt kell föltalálnom majd magam. Közben itt sétálgatok. Lent van egy pataga arra, lent csobog. Érdekesség, hogy itt meg van egy lépcső, és benőtt a gaz, gyakorlatilag nem lehet lemenni rajta. Jó sűrűn látogatták meg a patakot itt a kirándulók ezek szerint. Mocsok az itt is van, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sajnálatos módon el van dobálva minden ide. A lényeg különben az, hogy én elkezdtem napozni, és most gyakorlatilag barnul a fejem, a testem, szívja be a D-vitamint, míg otthon lapátolni kell a havat, és hideg van, szegény babám fűt, ne fázom. Itt meg én nagyon jól érzem magam. Ja, bocsánat érte, elnézést. Nem, ezt inkább nem is mondom. Nem, ezt nem mondtam, jó? Nem. Hol rossz minden. Kegyetlen az élet. Portugáliában lopikázott, szedett narancsnak a megzabbantása következik itt Spanyolországban. Nem tudom, ez érdekes lehet, megnézitek, hogy zabálok meg egy narancsot. Nem csak annyi, hogy megmutatom, hogy milyen az íze, vagy megmondom, bocsánat. Remélem a pernet az nem ment róla, bár akkor megmostam. És nem halálos dózis van a belsejében, nem szívta fel, mert akkor elhalálozok itt a francia-spanyol határa. Azt akkor mondhatjátok, hogy ég veled, Szili. Az illata az nagyon-nagyon finom. Így néz ki a narancs. Naranja. Hát ott Portugáliában. Nagyon finom illata van. És reméljük itt az ablakba akkor már megérett, mert ugye mikor leszedtem a fáról, akkor még olyan kemény volt. És hát most bízom benne, hogy már nagyon finom lett, de az is lehet, hogy tök savanyú. Ezt most nem tudom. Hát azért bízom benne, hogy nem fordulok fel. Nem? Hát annyira nem lehet mérgező egy ilyen permetezés, hanem csak olyannal permetezik, hogy direkt az ember megdögöljön tőle, ha már ellopta. Így derül ki, hogy kilopott narancsot a kertből. Na, szóval leszedek egy jó lédús, különben folyik belőle a lé. Tehát az jó néz ki, itt egy gerezdés, akkor ez a Szili érez, ezt megeszi. Na akkor nézzük. Finom. Ezt nem bánom, hogy leszedtem a fáról. Nagyon ízletes, finom. Olyan jó érzés, hogy ezt én szedtem le. Jó, most elloptam egyet, bassza meg. De akkor is olyan jó érzés. Én akkor szeretem a gyümölcsöt, hogyha én szedhetem le a fáról. Van egy ilyen hülye szokásom, hogy nem szeretem a gyümölcsöt, csak akkor, hogyha én szedem le. És persze ennek vannak kivételei. Ilyen szokott lenne a narancs, a banán, és hát még a dinnye. Talán a többi gyümölcs az olyan, hogy nem nagyon eszem meg, csak ha én ott van egy fa is, leszedem a cseresznyét, hogy tököm tudja mit. Na mindegy. Vannak ilyen hülye dolgaim. Akkor narancszabálás következik. Portugál narancs. Köszönöm szépen, Portugália. Ebben a csodálatos kékfényben meglátogatott engem a Besői Zoli. Beszélgettünk egy jót, aztán ő megy is tovább, úgyhogy elbúcsúztatjuk kellőképpen. Hát az, hogy nem lehet levenni róla a kupakot. Ne szarakozz. Mondom. Most már ilyen az összes kupak, már a Coca-Cola is. Adjál már egy fényt. Ezt hagyd mutassam meg. Na még egyszer. Most igen. Ez az új trendi. Ez az új trend. És hogyha hiszed, akkor ez súrolja az orrod. Aha. Úti. Nem sok látszik belőle ezt a balfasságot alatt. Ezt hol vetted ezt? Itt kint? Vagy otthon? Az magyarban van. Akkor ott nem veszünk vizet. Ezért veszek ízét, látod? Mindig ilyen 5 literes, 6 literes. Azon nincs. Azon nincs, csak abból kurva nehéz inni. Na, az elektromos boilereknek a
Bogrács. Tulajdonosai, vagy bográcsai. Egyik büszke tulajdonosa a Zoli is. Igen. Nagyon készül benne a pörkőt. Úgyhogy köszönöm, hogy megajándékoztatok vele. Én nem tudom, miről beszél a Zoli. Nem kell szerénynek lenni. De, hogy ne legyél egyedül, még én se bontottam ki a kéket. Tessék! De te nem rakod bele. Hát én még mondjuk nem raktam bele. Én beleraktam. Főpöntörödött rajta. Izé. A műanyag. Onnan tönkrement, bam meg. Tönkrement az edény. Simán műanyaggal használtam. Ó, a szép fiam. Micsoda? Amilyen szép, olyan jónak is kéne lenni, nem? Kéne. Ja. Sajnos. Kiégett egy sárgád. Hopp, megcsináltam. Meg hát. Mindegy, a másik oldalon is ki van égve a hátul. Ennyi, megcsinálom azt is. Hát szerintem az megadta magát. Ja. Jó van, Zolika, szevasz. Szevasz. Jó legyél. Adok egy ajtót. Kitartás, kitartás. Szia. Gázt! Szia Zoli, jó utat neked, jó utat neked! Itt maradtam a kék fénybe egyedül. Zoli meghódítja Franciaországot, majd Olaszországot és végül Ausztrián keresztül Magyarországot. Kemény azért, csütörtök este van, holnap péntek, szombaton kell lerakodnia, és még itt van a francia határnál. Köszönöm, hogy meglátogattál, és itt voltál, tényleg nagy meglepetés volt, nem beszéltünk össze, egyszer csak itt megjelent az autó mellettem. Ja, ilyeneket lehet csinálni, hogyha egymást látjátok például a Google térképen, akkor ilyen meglepetést tudtok egymásnak szerezni. Úgyhogy ezt az Oli most meg is tette. Jó utat neked, kitartás! Ez itt a portugál Air Force-nak a bázisa, a Number One-os telep. Nézzetek előre, nézzetek balra, én kiszállok. Ott a bringákat mossák le a vízbe, és saras lett. Kemény. Micsoda más világ ez, hallod gyerekek? Nézd meg a hátizsák, az embernek tele van. Ez megdolgozott. Ez megdolgozott a pénzért.